Hosszantartó súlyos betegségben elhunyt Horváth Klára, a Székesfehérvári Viktória Rehabilitációs Központ megálmodója és évtizedeken keresztül az intézmény vezetője. Horváth Klára 1979-ben alapította meg a Mozgássérültek Fejér megyei Egyesületét, amelyet 40 éven keresztül elnökként vezetett. Egy évtizeden át az Országos Szövetségnek is elnökségi tagja volt, mint oktatási és kulturális referens. A 80-as években megszervezte a székesfehérvári középületek akadálymentességi alkalmasságának felmérését. Ő volt az, aki Perjes Kornél ortopéd főorvos közreműködésével az ezredforduló éveiben létrehozta a Székesfehérvári Viktória Rehabilitációs Központot, és kidolgozta az intézmény a mozgássérültek komplex rehabilitációjával foglalkozó, az önálló életre felkészítő szakmai programját. Székesfehérvár városa és közössége nevében szomorú szívvel búcsúzunk Horváth Klárától. Emlékét megőrizzük.